fordít be. Ja, megy. Szevasztok! Készítettem itthonra is nekünk diniköveket, mert ugye bár a versenyen, amiket láthattok, amivel Gergő versenyez, azokat is én készítettem, de nekünk itt a teremben még nem volt. Meg is mutatjuk őket, itt vannak. Karika átmérő, emelési magasság, szélesség, nagyjából minden ugyanaz, mint az eredeti köveknél. Egyedül a formára annyira nem csiszoltam meg őket, mert hát gyakorolni végül is teljesen tökéletesek így is, hogy nem pont az ugyanaz a forma. Behoztuk őket utánfutóval, és akkor holnap Gergő tesztelés őket. Meglátjuk, kíváncsi leszek, hogy ezek mit mutatnak a eredetiekhez képest, amiket versenyre készítettem. No, sziasztok! Ahogy mondtam is, tegnap jött most a teszt, tegnap behoztuk őket, és akkor, amint látjátok, nem lopta el őket senki, még mindig itt vannak. Meg is lepődtem volna mondjuk, ha elviszik őket. A nagyobb az 150 kg, a kisebb a 120. Az eredeti dinaköveknek a súlya 188 és 144 kg. Erről tettünk már fel vlogot. A kövek egyébként Donald Diniről lettek elnevezve, aki 1837-ben született egy kőfaragómester fiaként. Már fiatalon is nagyon szerette a versenyeket, atlétikai versenyeket, felföldi versenyeket, akár az erős ember versenyeket, vagy az olyan stílusú versenyeket. 16 évesen nyert először versenyt, majd 19 éves korától kezdve, 21 éven keresztül folyamatosan a skót felföldi játékok bajnoka volt. Egyébként 50 éves versenyzői pályafutása alatt több mint 11 ezer versenyen vett részt. Ezeknek nagy része viszont atlétikai verseny volt. Manapság az elemzők egyébként úgy tartják, annyira jó volt atlétikában, hogy ha már az ő korában is létezett volna az olimpia, akkor valószínűleg minimum 7 aranyat el tudott volna hozni onnan. És sportkarriere során igazából nagyon jól meg tudott ebből élni, tehát nagyon sok pénzt keresett. A mai árfolyamra átváltva, úgymond, vagy a mai értéken 2,5 millió dollárnak felelne meg az az összeg, amit ő az 50 éves sportpályafutása alatt megkeresett. Na, de miért is nevezték el róla ezeket a köveket? Tehát ennek annyi a története röviden, hogy a dini kövek hídépítéskor ellensúlynak szolgáltak. Az egyik kő az eredeti a 188 kg volt, a másik pedig 144 kg. És a rajtuk látható vaskarikákkal voltak felakasztva ugyebár ellensúlyként. Majd a hídépítést követően, amikor elkészült a híd, ezeket a köveket levették. A híd 5,2 méter széles volt, és Donald Dini volt az első a világon, aki ezen a 5,2 méteres szélességen át tudta vinni a köveket. Ezért nevezték el róla a követ. Egyébként érdekesség a dolognak az, hogy 2018-ig mindössze 6 ember volt a világon, aki ugyanezt az 5,2 méteres távot meg tudta tenni a két kővel. Szevasztok! Lassan indul a dini kövek cipelése. Itt pihennek a földön, mellettem. Csak mielőtt hozzákezdünk az edzéshez, nagy bejelentés. Szintet lépett a csatornánk, itt YouTube-on. Elavattuk a szuper köszönet lehetőséget. Tehát most már van egy ilyen funkció, a videó alatt elérhető, hogy szuper köszönet. Itt tudtok esetleg minket támogatni, ha szeretnétek. Továbbiakban se kérünk pénzt semmilyen tartalomért, minden ingyenes, nézhetőek vagyunk, kövessetek. Köszönjük, de aki úgy érzi, hogy szimpatizál velünk, elismeri a teljesítményünket, szeretne támogatni engem, vagy bármelyikünket, vagy így komplett a csatornát, akkor szívesen veszünk minden támogatást. Mit szerettem volna még mondani? Iratkozzatok fel, kövessetek be, ha úgy érzitek, akkor támogassatok minket, tudjak enni egy finom hambit, meg ilyenek. No, lássuk, jobb kézbe kell vinni a nehezebbet, a 150 kilósat, bal kézbe a 120-at. Igazából itt nem is a súlya nehéz, hanem ez a különböző súly, hát különböző súlyúak a kövek, na jó, megmondtam. Aszimetria, jó, megmondtam. És épp ezért nagyon nehéz vele lépni. Összeszorít, elránt, egyik karodban 30 kg több van, mint a másikba, az úgy azért húzós számot vető, főleg ekkora magasságokba. Azaz.
Gyerünk, nagyon jó. Szabad is kivili. 5 méter körül. Meg volt első neki. A szíje végén. Neki futásra. Lehet, hogy írtam volna, de nem beszarok. Veszed? Persze. Nem kell szarni. Csak mondtam. Nehéz. Harmadik gyakorlatom egyébként. Elejét nem vettük fel. A felhúzásba egyéni csúcsra mentél, egykezesbe egyéni csúcsra mentél, és akkor ez most a harmadik. Második órát már betöltötte az edzés. Mondom, mielőtt hazamegyek, megpróbálom, mert érdekel. Nem rossz. Hát versenyen rápihenve 9 méter valamennyi az egyéni rekordom. 9.30. Úgy valahogy. Jó, ez ennyi lehet. 4 méter? Na, 4 biztos van. 4-5 között. Mindig. 2 métereseket lépsz. 3,5 méter kb. Jó. Amúgy jó. Jó lesz vele gyakorolni. De ugyanazt érzem, hogy ilyen lehetetlen küldetés vinni. Tehát... Hát ugyanaz az érzés, azt, ugyanaz a húzás, mint versenyen. Azt mert... adja vissza sajnos. Bíztam benne, hogy könnyebb lesz, de nem. Bár egyébként is nehezebben szeretem gyakorolni, mert a versenyen jobban megy. Jó. Megfulladtam. Tartás, tartást még megnézed gúrni nélkül. Köszönöm. Köszönöm ki, hogy jó. Azt nem. Melegközöl. Ja. Jó lesz. Hú. Hát be kell iktatni sűrűbbe, fel kell lesz hozzá. Persze. A tartás az oké. De ez a cipelés, ezt nem szeretem. Ja. Iratkozzatok fel, gyertek el kipróbálni. Ne nekem kelljen. Szevasztok.